közel 2000 négyzetméteren újították fel teljes egészében a kórház útjait, melynek a bejárathoz közeli szakasza szinte már alkalmatlan volt a napi forgalom lebonyolítására. Ezt Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak főigazgatója mondta el televíziónknak az útszakasz átadó sajtótájékoztatóján. Aki Nyíregyházán ismeri ezt a telepét, a sorostai telepét, az tudja nagyon jól, itt áldatlan állapotok uralkodtak már, mondhatom azt, hogy évtizedek óta, egy egyre romló út minőség volt a bejáratnál. Rengeteg betegpanasz érkezett már hozzánk, nem csak betegpanasz, mentők részéről, kollégák részéről, egyszerűen mondjuk már egy tolókocsival nem lehetett egy beteget betolni, olyan nagy kátyuk és olyan nagy repedések voltak az úton. Hála Istennek AEG forrásból sikerült úgynevezett Viszmajor forrásból erre pénzt, hogy mondjam, találnunk, vagy pályázunk, ezt elnyertük, és mintegy 2000 négyzetméteres területen gyakorlatilag a Sóstőjüti Kórház teljes bejárati út szakasza teljes mértékben felújításra került. A munkálatokat megközelítőleg 3 hét alatt végezték el. Ez alatt az idő alatt egyszer vízúton közlekedhettek a mentők és a betegszállító járművek, így zavartalanul biztosítva az ellátást a kórház betegei számára. Itt a főbejárati portától kezdve tulajdonképpen indult a felújítás, és egészen a pulmonológiai épület körforgalmát is beleértve történt meg az útfelújítás, és a telephelyen minden olyan kátyus rész kijavításra került, amely ugye útburkolási hibákat tartalmazott, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az útburkolási hibák megszűntek. A sóstói úti telephelyen a következő hetekben kezdik meg a pulmonológiai tömb felújítását, amely a szociális helységek, vizes blokkok felújítását jelenti, valamint pályáznak nyílászáró cserére és külső homlokzati szigetelésre is.